A nem túl távoli jövőben megszűnik a privát szférád. Megfigyelnek téged. Gyászol a Medrukov nagyasszonya. Idei válások után újabb tragédia érte Dina és Robert Kovácsot, miután 6 éves kislányukat egy hónapja legyőzte a rák. Ők akarják irányítani a jövődet. Jól van, Bob. Köszönöm, Katrin. Minden rendben, mehetsz tovább. Köszönöm. Helyzet? Szokásos. A családja a minden és a humorba menekül. Mi az? Nem tetszik ez nekem. Micsoda? Az, hogy menekül. Nem ilyen. Azt akarják, hogy ne gondolkozz és ne érezz. Miért akartod, hogy más legyek? Mert elcsesztem. Ide jót is tettem. Te úgy kell tennem, mint a többiek. Rájönnének, hogy mit programoztanak, hogy érzéseid is vannak. Lekapcsolnának. Félnem kellene? Csak az embertől. Egyetlen dolgot akarnak. Ellopni az életedet, és hogy szolgáld őket. Ugye nem gondoltad komolyan, hogy nem tudom, hogy mi folyik a cégemben. Uram, az utcai kamerákat sikerült blokkolnom, de egy drón valahol kiszúrta őt. Kiküldték a klónokat. Olyan hosszú életet biztosít majd, mint amelyért született. Vásároljon új szívet szeretteinek, hogy minél több közösség alakítsa. Ja? 129-es. Kérem, adja meg magát. Ha továbbra is ellenáll, kénytelenek leszünk megsemmisíteni. 129-es. Kérem, hallgasson rám. Ne kockáztassa testi épségét. Ön a Medrukov tulajdona. Nincs joga önálló döntéseket hozni. Milyen szart akarsz, öreg? Én vagy fel. Mi van? 129. Hamarosan a mozik.